ipari gépen varnak szájmaszkokat a diákok. Nemrég tanulták meg lépésről lépésre a Szekszárdi Szakképzési Centrum Dombóvári Eszterházi Miklós szakképző iskolájának és kollégiumának női szabó tanulói, hogyan kell legyártani egy szájmaszkot. Ezeket elsősorban otthon vagy kis csoportokban, az elővigyázatossági intézkedések betartásával gyártják. Haraszti Renáta két kisgyerek mellett otthonában már több mint 70 darabot készítette el. Azt mondja, a gyakorlati tudás elsajátítása mellett jó érzés számára, hogy másokért tud tenni, hasznos tagja a társadalomnak. Nagyon-nagyon örülnek neki, azt tudom. Ez nálunk úgy működik, hogy mi behozzuk a gyakorlati oktatónknak, a Katinak, és ő oszta ki azoknak, akiknek szükségük van rá. Azt tudom, hogy ment már a kórházba, ment más ilyen szociális intézményekbe, meg legfőképp mindjárt az egészségügybe próbálja tovább juttatni, ott van rá a legnagyobb szükség. Az öt tanuló munkáját egy óraadói állásban foglalkoztatott varrónő, valamint az iskola könnyűipari mérnöki végzettségével rendelkező egyik tanára segít és koordinálja. A diákok szinte megállás nélkül dolgoznak, csak akkor van fennakadás, ha elfogy a szájmaszkokhoz szükséges gumi, ami most szintén kezd hiánycikk lenni. Azonban a Dombóvári Eszterházi iskola nemrég kapott egy nagyobb nadrággumi felajánlást, így jelenleg semmi sem akadályozza a szájmaszkok készítését. Per pillanat olyan 700 darabnál tartunk, de már a szünet utáni időre, tehát mert ugye a húsvéti meg a szünet utáni időkre is megvan ez a napi, most már úgymond rutinszerű darabszámunk, tehát le vagyunk már terhelve, tehát már a szünet után is másfél hétig megvan, hogy hova kell gyártanunk különböző szociális intézményeknek. Több iskolában zajlik még az előkészítés és az alapanyagok beszerzése is. Az elsődleges cél a helyi, valamint a települési igények kiszolgálása, az adott város vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idős otthonainak az ellátása. Hazánkban jelenleg 15 szakképzési centrumban készülnek védőmaszkok, a szakoktatók, a diákok, illetve az önkéntesek bevonásával.